Idén is megtartotta tisztújító ülését a Városi Diáktanács. A következő egy év elnöki, alelnöki feladatait ellátó diákokról is döntöttek. Ezt megelőzően a résztvevők az ügyrendi módosítás keretében egyhangulag szavaztak arról, hogy ettől az évtől az általános iskolás korosztály is kapjon magasabb képviseletet. A város polgármestere arról beszélt, nagy szükség van a fiatalok ötleteire, hiszen Székesfehérvár egy diákváros, sok ezren töltik mindennapjaikat a város iskoláiban. Meg tudják szervezni a fehérvári diákéletet, javaslatokat fogalmaznak meg, ötleteket, programterveket, és ezeket aztán, hogyha tudjuk segíteni őket, akkor meg is tudják valósítani. Szerencsére nagyon aktív diákélet zajlik a város iskoláiban, ez nagyban köszönhető a diák önkormányzatoknak és a diák tanács tagjainak, illetve azoknak a pedagógusoknak, akik az ő munkájukat segítik az adott intézményeken belül. Az egykori elnöknek, Bőm Lászlónak a következő évre is meggyőző többséggel szavaztak bizalmat diáktársai. A Kodály Zoltán általános iskola, gimnázium és ami tanulója elmondta, az eddigi sikeres programokat tovább folytatják a jövőben is. Teljes mértékben a diákbált mondanám, szerintem ez volt a tavalyi tanév legsikeresebb programja. Nagyon tetszett a diákoknak, nagyon sokat is készültünk rá, de meglett az eredménye, hogy mindenhonnan azt lehet visszahallani, hogy diákbál az a legjobb programunk volt, és hogy szeretnék még, hogy legyen idén is, meg a következő években is. Ezen kívül még ki tudnám emelni a szakmai napot, ez ugye egy hagyományos programunk nekünk, szintén itt, amit a Városházán tartunk, és ugyanúgy mondhatnám az összes többi programunkat is. Az idei alelnökök Bakonyi Lili Eszter, Bocska Anna Kamilla, Juhász Milán lettek. A város általános iskoláinak diákságát pedig Gordos Péter képviseli majd.